A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, ünnepelni jöntünk, illetve köszönteni. Tudniunk kell, hogy a Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló példamutató tevékenység elismerésére szolgál. És hát március 15-én szent nemzeti ünnepünkön a Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehette át Pongrácz Zoltán, a Fehérvári Kézművesz, Székesfehérvári Kézművesek Egyesületének mestere, fafaragó faműves. Tisztelettel köszöntelek és gratulálok mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen, és köszöntöm a nézőket. Ez egy fontos pillanat, én azt gondolom, minden ember életében, hiszen megerősítést nyert, hogy az a hivatás, amit választott, amivel segíti mindazt a jobbító szándékkal, és hát magas szakmai tudással fontos számunkra. Viszont ha erről beszélünk, akkor nagyon fontos az indítatás is. Miként kezd valaki egy olyan népi mesterségbe, ami azt mondom, hogy ebben a felgyorsult világban egészen különleges? Hát, hogy ezen gondolkoztam, azt hiszem, hogy egészen a család gyerekkorig vissza kell mennem, és még azt megelőzően is, az édesanyám a Bizományi Áruház vállalatnál dolgozott a szocializmusban. Akkor talán az volt, azt hiszem, az egyetlen ilyen cég vagy vállalat, és ahogy, tehát ő a központban volt, és sokat járt a különböző telephelyekre, és a szeme előtt folyt el, talán így lehet mondani, az országból nagyon sok érték, amit a háború után nem becsültek úgy meg, és amikor neki volt egy kis pénze, akkor szép dolgokat úgy vásárolt. És én olyan környezetben nőttem föl, hogy a lakásnak a berendezése, nem azt mondom, hogy különleges értékek, de törekedtek a szépre. Az akkori modernnel szemben, ami akkor persze nagyon jó volt, de talán erre is érvényes az a mondás, hogy aki a korszellemmel házasodik, hamar megözvegyül. Tehát ami akkor modern volt, érdekes módon úgy hamar pár évtized alatt ma már, hát retro ilyen szempontból talán értéknek lehet mondani, de kevésbé érték, mint azok is, amiket az édesanyám úgy vásárolt. Nagyon sok ilyen népművészeti, népi tányér volt ott a falokon nálunk. Tudom, hogy mindig vidéken járt, és akkor egyet-egyet megvásárolt. Tehát és hazahozott. Tehát megérintette a szívedet? Igen. És a kezeidet is nyilván, és ebből pedig megszületett a gondolat, hogy ezt ki kéne próbálni. Érdekes módon aztán én nem agyaggal foglalkoztam, gyerekkoromban nagyon szerettem fával, és azon belül is lombfűrésszel. Ez különleges, ugye, a lombfűrész? Hát olyan szempontból különleges, hogy nem sokan művelik, még akkor is, hogyha a gyerekkorban, az iskolában, azért a technika órán ez mindenki úgy megismerte, de aztán olyan nagyjából tovább is mentek. Nálam ez úgy valami megfogant, és visszaemlékszem, hogy kisiskolás koromban is már szinte művészi igényességgel fűrészeltem ki dolgokat, és aztán több évtized, hát nem több évtized, de elég hosszú kihagyás után, a rendszerváltás után kezdtem újból foglalkozni. Ez egy egészen különleges díszítési technika, a lombfűrész, hiszen mi azt gondoljuk a köznapi emberek, hogy ezzel csak nagy, hatalmas fákat lehet faragni, miközben tudjuk, hogy te egészen kis munkákat is tudsz ezzel készíteni. Hát végül is, amiben én úgy gondolom, hogy elég míveset tudok alkotni, az ilyen miniaturizált, tehát tényleg pici dolgok. Lehet, hogy ebben az is szerepet játszott, hogy nekem nem volt a kezdeteknél olyan lehetőségem, hogy nagyobb műhelyt használjak, tehát úgy adódott is, hogy kisebb tárgyak
akkor foglalkoztam. Miként választottál stílust magadnak? Hiszen ez azért a népi mesterség közül a fafaragás és ilyen értelemben a faművesség különleges. Azt kell mondjam, hogy bár a népi gyökerek ihletnek és egyfajta irányt adnak, de nem nevezném magamat népművésznek ebben az értelemben. Amiket én készítek, azok a népi gyökerekre támaszkodnak, de leginkább azért valamennyire ilyen kortárs dolgok, és nagy indítatás volt a 96-os millenniumi év, akkor találkoztam konkrétan Magyar Attilával, és mondogatta, hogy így próbálkoztam különböző lomfűrészelt dolgokat készíteni, azt mondja, hogy miért nem készítek olyan ékszereket, faékszereket, amik a hagyományos népi és honfoglaláskori motívumokat jelenítik meg, vagy azokat dolgozom föl. És hát 96 millennium éve. Nekiláttam, mind a mai napig készítem ezeket a dolgokat, mert az emberek érdekes módon vevők voltak rá, és fogékonyak, és mivel jártam én külföldön is jó néhányszor, bátran mondhatom, hogy a mi mintáinkra és a mi díszítés technikánkra sokkal jobban rezonál a magyar közönség, mint a külföldi. A külföldi megnézi, és valahogy a lelkemén érzi, hogy ez annyira nem az övé, míg a magyarországi az érzi, a magyar ember, hogy ez az enyém. Ez a miénk. Tehát az a motivumrendszer, az a mintakincs sokaság, ami körülvett, az már is megfogott. De nyilvánvaló, hogy ez egy folyamat része. Tehát esztendőről esztendőre nem változik, hanem mindig bővült. Igen, mert hogy kezdődött az ékszerekkel, és aztán elment sokfelé. Míves mécses tartókat készítettem, órákat, dobozokat, játékot is, mondjuk az inkább a technika miatt. Van egy olyan Magyarország puzzlen, ahol a vármegyéket lehet kirakni. Aztán azóta már többen is készítenek hasonlót, de azt hiszem, talán nem túlzok, hogy én legalábbis a sajátomat tartom a legtökéletesebbnek, vagy legjobbnak. Sokan vannak így, mármint akik megerősítik ezt, hogy valóban a tiéd ezek. No, stílszerűen 1996-ban, a millennium évben érkeztetek meg Székesfehérvárra. Mi hozott ide? Ide nősültem, azt lehet mondani. Tehát a feleségem, első feleségem volt, tehát ő fehérvári, és akkor költöztünk ide a városba. Hogy találkoztál a fehérvári kézművesekkel? Azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy különböző találkozókon, kiállításokon azért már volt kapcsolat. Akkoriban a mainál sokkal nagyobb divatja volt, az ember szerette volna magát megmutatni. Nagyon jó hangulatúak voltak a különböző rendezvények. Nem is csak azt mondanám, hogy kézműves vásárok, mert ez nem vásár volt, hanem a kézművesek is jelen voltak különböző rendezvényeken. Ez ma is így van, de akkor valott az egésznek egy olyan bája, egy újdonság volt benne, sokkal talán kézművesebb volt a mainál a felhozatal, és én akkor találkoztam Angster Máriával, hát őt a fehérváriak közül sokan ismerik, ő volt az Öreghegyi Kézművesek Társasága, volt egy ilyen baráti kör kézművesekből, ő annak a tagja volt, és ő, hogy fehérvári vagyok, hát mondom, most költöztem ide, és akkor hívott a körükbe, és így kerültem én az Öreghegyi Kézművesek Társaságához, és aztán ők úgy azt mondták, hogy Radetzky Csilla vezette őket, legyek én a vezetőjük. Hát én nem tudom, hogy jól döntöttem, vagy nem, de azt mondtam, hogy rendben, és akkor aztán innen alakult, hogy ne csak egy baráti kör legyünk, hanem legyünk jogi személy, egyesület, és így született tehát meg aztán. Alig telt el két esztendő, és létrejött ugye a itt léted óta, és létrejött a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Ez egy óriási lépcső. Megvolt-e az alap, tehát tudtad-e, hogy miként lehet a kézműves mesterséget úgy összefogni, hogy mindenki a saját választott hivatásának megfelelően kivegye a részét ebből a munkából, és hogyan lehet úgy összefogni, hogy ez valóban egy közös csapat lesz,
amelynek az alapja az, hogy a magyar népi kultúrát, népművészetet, kézműves mesterségeket egyesítsétek. Egy olyan alap volt, hogy jó emberek, néhányan együtt voltunk. Ennyi volt indulásnak. Célkitűzés volt az, akkor már létezett a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. És mi mindenképpen szerettünk volna a NESZ-nek, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a tagja lenni. Ez azért úgy összekovácsolta a társaságot is, meg célokat is adott. Eleve a feltételnél az megfogalmazódott a felvételünknél, hogy valami kiállításon azért mutassuk meg, hogy mit csinálunk és mit tudunk, hát akárkit azért úgy nem vesznek be a körükbe. És akkor volt a Szent István Művházban az első komoly nagy kiállítása a Fehérvári Kézművesek Egyesületének, az nagyon-nagyon jól sikerült. Úgyhogy NESZ-től eljöttek, megnézték, azt mondták, hogy rendben lehetünk. Hát példaértékű volt az a munka, amit belefektettetek, nyilvánvaló, de hát ehhez kell egy egység, egy olyan közösség, amely a népművesek, kézművesek különböző ágazatait összefogja. Ez nyilvánvaló, hogy egy hát sziszifuszi munka, valljuk meg. Hiszen azt nem mondom, hogy mindenki más, mármint a saját választott népi mestersége miatt, de azért egy ilyen csapatot összehozni és egységessé kovácsolni, az egy nehéz feladat volt. Hát lehet, hogy nehéz volt. Én erre nem úgy emlékszem, hogy embert próbáló lett volna, aztán lehet, hogy tényleg nehéz, de úgy ment minden a maga módján. Én ezt most így érzem. Aztán lehet a többiek, volt, aki fölhívott, azt mondta, hogy hát megérdemeltem. Mondom, én hát nem gondolom, hogy olyan különösebben csináltam volna valamit, de talán ők ezt úgy látták, hogy tényleg a kezdeteknél nem volt olyan egyszerű beindítani. Fontos volt, hogy otthonra találjatok mielőbb? Igen. Az külön, azt hiszem, hogy az alapja, és talán nem tartanánk itt, hogyha akkor, ugye a kezdeteknél csak az volt, hogy havonta egyszer találkozott az a 10-20 ember, akkor a Szent István Művelődési Ház biztosított egy délutára, kora estére egy termet. És a Megyei Művelődési Központnak a jóvoltából a Mesterségek háza a Rácz utcában az már üzemelt, és akkor ott volt a Fejér megyei Népművészeti Egyesület, és így közösen tudtuk használni azt a házat. Tehát az volt a kiindulás, ahol már azért egyfajta bázis volt, és annélkül talán nem is tartana itt a kézműves egyesület sem, meg talán a fehérvári kézművesség sem, hogyha nincs az az indítás. Hogy sikerült megnyerni azt a sok-sok tagot, hiszen ma már rengeteg taggal büszkékedhettek, ha bárki beleolvas a honlapba, valamennyi népi mesterségből talál olyan kiváló szakembert, olyan fantasztikus tervezőt, mindenfélét, akik azért viszik a jó hírét a magyar népi kultúrának. Érdekes módon nem vadásztunk úgymond az emberekre. Volt egy olyan közös hangulat, ami aki velünk találkozott, az esetek többségében itt ragadt, mert jól érezte magát. És ez annyira igaz, hogy mind a mai napig nem csak a kezdetektől vannak akár megyehatáron kívülről is tagjaink, de az elmúlt időszakban is jellemző, hogy más megyékből is, mert a Fehérvári Kézművesek Egyesületénél egy olyan élet van, egy olyan közösségi együttlét, ami miatt szívesen utaznak és jönnek ide Paksról, Dunaújvárosból, Veszprém megyéből, Pest megyéből, tehát Győr, Moson-Sopron megyéből is. Tehát ez egy nagyon jó közösség. Igen, egy nagy évű gondolatokkal telve, mondom én, hiszen azért rendszeresek az olyan programok, ahonnét valóban érkeznek neves népművészek ide Székesfehérvárra. Ehhez viszont kellett egy olyan épület, amit miután az önkormányzat tulajdonba adta, felújítottátok, berendeztétek, és így tovább.
Ez egy külön komoly folyamat volt. Ez egy külön komoly történet, és itt mindenképp meg kell említenem dr. Gulyás Antalt, és hát a felesége sajnos már meghalt, az Ági néni, a Gulyás Antalné, szintén fehérváriak szerintem nagyon sokan ismerték az Ági nénit. Az ő érdeme, Tóni bácsié, hogy egyszer ott a Rácz utcában sétálva látja, hogy ott van olyan kidült-bedült kerítéssel, ez a Rácz utca 27-es szám, és ő vette a fáradtságot, utána járt, kihez tartozik, miért van az elhanyagolva, hogy néz ez így ki, meg egyáltalán méltatlan is, és amikor kiderült, hogy ez önkormányzati, és csak valaki, aki bérelte, aztán nem törődött vele, és akkor ő kijárta az önkormányzatnál, hogy kaphassa meg az egyesület használatra. Mi pályázunk, felújítjuk, és tényleg hát ez is történt, hogy az akkor még tengertánc pályázat volt, azon nyertünk felújításra, és nagyon sok társadalmi munkával, és a tengertánc pályázatnak az anyagi segítségével, és aztán fehérvári önkormányzatnak is a támogatásával végül azzá formálódott a kézművesek háza, amit nagyon sokan ismernek már, hát most már ennek 14 éve. 14 éve. Rendkívüli kihívás a népi mesterségeket, a kézműves mesterségeket megismertetni, és azért nagyon is jól látjuk, ha ellátogatunk a Rácz utcába, hogy például most szombaton is lesz egy olyan találkozó, ahol ott leszünk természetesen, és majd bemutatjuk, hogy mi minden történt, hogy generációktól függetlenül is ez tanítható, és van rá érdeklődés. Ehhez viszont a legjobb szakemberek és a legjobb előadók kellenek. Ezt sikerült elérnetek. Ez sikerült, nagyon büszkék vagyunk rá, 15 szakkör működik jelenleg a házban. Tehát ez önmagában is egy kuriózum, a legkülönbözőbb mesterségeket oktatják, tanítják, és annak nagyon örülök, hogy vannak fiatalok, és vannak hát idősebbek, meg középkorúak, tehát gyakorlatilag minden generáció jelen van. Fontos nekünk, hogy tovább adjuk a mesterségbeli tudást, hogy megismertessük azokat, akiknek affinitása van hozzá, és gondolkoztam azon is, hogy mennyire a gyerekek a fontosak, és nagyon fontosak a gyerekek, de ha logikusan és reálisan nézzük, akkor a gyerekek, amit most kapnak, aztán jön egy időszak az életükben, amikor talán más érdekli őket, el lesznek foglalva munkával, családdal, jön egy időszak, amit szünetnek lehetne nevezni, és hát nem csak Fehérváron, országosan is, amennyire rálátok így, a tapasztalat az, hogy amikor az embereknek kezd egy kicsit újból szabad idejük lenni, mert például a gyerekek kezdenek nagyobbak lenni, már nem kell mindenhova hurcolni őket, maguktól elmennek sporton is, és a felnőttek kicsit jobban ráérnek, akkor ha a gyerekkorban találkoztak a kézművességgel, akkor sokkal könnyebben, amikor keresik, hogy miben teljesedhetnének ki, akkor jönnek aztán az ilyen középkorúak, és próbálnak valamilyen mesterségbeli tudást hát mélyebben megszerezni. Tehát ez irányelv volt nyilván a Népművészeti Egyesületek Szövetségében is, hogy az ország szerte így történjék. Mi Fehérvárral foglalkozunk, de azért jó, hogy ugye a NESZ alelnökeként ezt tudta terjeszteni és segíteni. Igen. Az megerősítést jelent egyébként, ha valaki egy ilyen rangos szervezet egyik vezetője, szakmai vezetője? Mindenképpen. Én nagyon büszke vagyok a NESZ-re, és nagyon hálás vagyok neki is, mert amíg a szívem egyik csücske a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, és hát maga Fehérvár is, pedig én nem vagyok eredetileg fehérvári, a másik nagyon nagyszerű közösség az a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. Tehát a Kárpát-medencében 65 tagszervezet tartozik a körbe, olyan bő 4000 taggal. Egy nagyon együtt tevékenykedő, nagyon sok különböző szervezet, kisebb, nagyobb, mindegyiknek megvan a saját maga arculata, és így együtt egy nagyszerű közösséget alkotunk. És arra is nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök neki, hogy a Fehérvári Kézművesek Egyesülete a NESZ-en belül az élmezőnybe tartozik, tehát nagyszerű a teljesítmény, amit a fehérváriak végül is. Igen, én nagyon örülök műtának. Egyébként, gyakori vendég vagyok Csíkban, tehát Székelyföldön, és illetve jószerivel az egész Székelyföldet azért ismerem betéve, és
hogy ott ugyanazt vallják, mint amit ez a szövetség, hogy a népi kultúra, a múlt, az nem múltban révedezés, sokkal, de sokkal több annál. Tehát az igenis jövőbe mutató szándék, hogy őrizzük meg mindazt, amit nagyanyáink, dédanyáink megteremtettek. No, és akkor az elismerések. 2017 az egy fontos pillanat volt az életedben, hiszen a mesterségek ünnepén átvehetted a Király Zsiga díjat, és azt gondolom, hogy faművesként ez egyik oldalról megerősítés, és mindaz, amit tettél, az ebben csúcsosodott ki akkor ezen a napon. Igen, ez a Király Zsiga díj, ez a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díj. Mestereknek is adják, és olyanoknak is, akik a szervezetnek az életében komolyan hozzátettek az életéhez, a szervezetnek. Én elsősorban erre kaptam. Tehát a NESZ-nek a stratégiáját, amikor bő tízesztendővel ezelőtt kidolgoztuk, én akkor még nem voltam alelnök, de már akkor is volt olyan indítatásom, hogy a NESZ-ért amennyire lehet próbáltam tenni, és alakult akkor egy stratégiai munkacsoport meghatározni a NESZ-nek és a Magyar Kézművességnek a jövőképét, és én ebben ott munkálkodtam. Többek között ez is alapot adott ahhoz, hogy én azt a díjat megkapjam. Ez annyira jól sikeredett ez a stratégia, hogy aztán nem is a NESZ-nek a stratégiája lett önmagában ebből, hanem a Hagyományok Házával együttműködve egy sokkal nagyobb munka kerekedett ki belőle. Igen, hát ez a népművészeti mozgalomban végzett közösségi tevékenységért a legmagasabb rangú kitüntetés. Viszont a mostani március 15-én örömmel olvastuk a Magyar Arany Érdemkeresztet. Azt hiszem, hogy már számtalanszor mondtam ezt a szót, de a megerősítés és a bizalmi kérdés a legfontosabb talán. Ha valaki azt a munkát végzi, mint amit ti csináltok nyilván a társaiddal együtt. Igen. Zavarban voltam egy kicsit én a kitüntetéssel kapcsolatban. Én nem éreztem, hogy én annyira különleges munkát tettem volna le, hogy nekem ez úgy járna, és úgy olvasom, hogy a közösség építő tevékenységért többek között. És ezt így teljesen el tudom fogadni. Lehet, hogy most én vagyok így előtérben, de a közösség építésben a közösség is ott kell legyen. Tehát én ezt a díjat nem kaphattam volna meg, hogyha nincs az a közösség ott mögöttem, amelyikkel együtt elértük azokat az eredményeket, ami most hát így ebben csúcsosodott ki, és ebben benne van a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, de sokkal szélesebb a kör. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége, igen, és tovább. És én itt külön kiemelném Székesfehérvárat. Igen, tehát én azt tapasztalom egyébként, bocsáss meg, hogy közbevágtam, hogy a kulturális magazinban, a Paletta kulturális magazinban számtalanszor ott vagyunk, és hát többnyire természetesen Szenci Zsuzsa szólal meg, a mostani elnök, illetve akik most közvetlenül vezetik az Egyesületet, illetve azok a vendégek, akik megtisztelik Székesfehérvárt, illetve az Egyesületet, de ami számomra a legfontosabb, hogy ott mindig jó a hangulat. Amellett, hogy míves munkák készülnek természetesen. Igen, ez is mutatja, hogy egy jó közösség. Én nagyon, úgy gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk ennek a városnak. Mindazoknak, akik a városban hasonló módon a kultúráért tesznek, a városnak a vezetése. Tehát itten a beszélgetés előtt egy pár szót váltottunk, és én ott is említettem, hogy amikor 96-ban ide kerültem, akkor egy alkalommal hajnalban érkeztünk meg, és úgy ledöbbentem, hogy milyen csúcsforgalom van, mert ez a város, rengetegen mentek akkor műszakváltásra, munkába, egy nagyon erősen ipari város karakterű település volt, és mindamellett, hogy megőrizte mind a mai napig a gazdaságban betöltött egyik vezető városnak a szerepét, de kulturálisan fantasztikus. Én kicsit kívülállóként, mint ahogy ide települtem, és aztán hát a város
városban működőként érzékeltem, hogy fantasztikus, amit az elmúlt évtizedekben a város elért egy kulturális területen, és a kézműves egyesület sem önmagában, tehát önmagában nem tudtuk volna ezt megtenni. A város biztosított helyet és helyszínt például a Tűzzel-Vassal Fesztiválnak. Ez bátran mondhatom, hogy az ország kevés olyan kézműves rendezvények közül az egyik, amelyik még őrzi azt a népi karaktert, amikor nem higul úgy föl olyan nagyon sokféle modern valamivel, hanem egy olyan hagyományos hangulata van. És miután ezt a Rácz utcában tudjuk most már egy jó pár éve megrendezni, tehát a fehérvári skanzennek szintén van egy olyan légköre, egy olyan atmoszférája, hogy egy egész különleges rendezvény, ezt azért mondhatom így, mert az országnak a legkülönbözőbb helyeiről jönnek ide rendszeresen, és hát mi találkozunk azokkal a pozitív visszajelzésekkel, hogy mennyire nagyra értékelik. Ahogyan továbbról nem kérdezlek, még pedig azért, mert tudom, hogy ez egy jó út, amit választottatok, és mindenki erőnek erejével, tehetségével hozzáadja azt az értéket, amit megszoktunk. És én ezt minden székesfehérvári, sőt azt mondanom, minden magyar érzelmű és magyar származású ember nevében köszönöm szépen. Egyik oldalról az Egyesületek Szövetségének, és itt Székesfehérváron pedig mindenképpen a Mesterségek Házában dolgozó valamennyi olyan embernek, aki foglalkozik továbbra is a népi kultúrával, a népi mesterségekkel. És hát még egyszer gratulálok, és azt hiszem, hogy fogunk találkozni, hiszen már is, ahogy említettem, kedves nézőinknek is szombaton lesz egy újabb találkozó, ahol természetesen ott leszünk. És még egyszer gratulálok, és köszönöm mindannyiunk nevében. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, hallották. Vendégem Pongrácz Zoltán volt, aki nemzeti ünnepünkön március 15-én Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehetett át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.